Az idei portugáliai világbajnokságon egyesben a portugálok, a spanyolok, a dél-afrikaiak és az induló két magyar a dobogóra, illetve győzelemre esélyes hajók mellett mutogatták már oroszlán körmeiket a francia egységek is. No és meglepetést keltett szereplésével egy a mezőny nagy része számára ismeretlen dán kajakos is, aki végig ott volt a többiek közelében, de az utolsó kilométerekre már visszaesett. A Tolnai Kajakkenu Klub világhírű versenyzője Boros Adrián a már régebb óta bevált versenyzési taktikát alkalmazta Portugáliában is, jó erőbeosztással kihozva magából a maximumot. Mint utólag kiderült, pályafutása második ezüstérmét nyerte egyéniben. A francia az negyedik lett, tehát ő a végén azért összeszedte itt a portugál srácot, meg a dán gyereket, úgyhogy ők jól mentek, és hát ugye a két spanyol. Ők már régi ismerősök? Igen, most az egyik egység az régi ismerős, az Emilio Merchan vele, szerintem még a Jambi, meg a Sakai Viktor is versenyzett, és hát régi motoros, és még mindig megpróbálta, bár én úgy gondolom, hogy olyan nagy nehézség nem volt vele, úgyhogy a spanyolokkal most azért lehetett bírni. Egy dél-afrikaival meccselt meg külön a VB aranyért a Tolnaiak nemzetközi klasszisa Boros Adrián, aki a világbajnokságok történetében az egyéniben másodszor ért el ezüstérmet. Az 1-3 között ez döntött, mert az utolsó futószakasz után ugye elmentünk a mezőny másik részétől, de nem tudom azt mondani, hogy ők lemaradtak, tehát ott voltak a nyakunkon, csak nem voltak olyan pozícióban, hogy ők beleszólhassanak. Végülis örülni tudtál az ezüstnek, tehát ez az ezüstérem nem egy a vitrínbe levő VB ezüstérmek között, hanem egy megdolgozott ezüst? Hát ugye ez volt a egyesben a második ezüstérmem, nehéz összegyűjteni egy ezüstérmet. A másik ezüsthöz viszonyítva ez megdolgozottam? Én úgy gondolom, hogy legalább ugyanolyan. A párosban egyszer már 2015-ben Győrben összejött a Boros-Solti párosnak, felnőttben a világbajnoki aranyérem. Pályafutásuk során az idén Horvátországban már másodszor lett Európa-bajnok a Tolna, illetve a fővárosi Vasas versenyzője. A 2018-as világbajnokságon is győzelemre esélyes 6-7 páros egyike volt az övék. Versenyzési taktikájuk mondhatni ezúttal is a szokásos volt. Az elején hátul maradtunk, nem folytunk bele ott a verekedésekbe, vízváltásokba, ennek köszönhetően egy csomó energiát megspóroltunk, majd később ott is természetesen előre mentünk, és akkor ott egy ilyen 6-7 fős mezőbolyjal mentünk együtt. Hát itt ugye leestek emberek, följöttek emberek, de ugye általában ez a 6-7 fő volt jellemző. Mondhatni, hogy ez a 6-7 esélyes volt mindegyik a világbajnoki címre? Természetesen, itt azért a spanyolok elég jól rakták be a futószakaszoknál a hajót, és elég jól össze is dolgoztak, ami ugye nagy előny volt nekik, mert ők voltak az egyedüli olyan nemzet, aki ott két egységgel rendelkezett abba a bolyba, tehát a franciák külön voltak, a dél-afrikaiak mi, és ők pedig szépen együtt dolgoztak, elforgattak minket. Az utolsó méterekig lehetett mindenkinek bizakodni, mert öten érkeztünk rá a finishre, és ott azt mondom, hogy majdnem mind az öt hajó az bele tudott volna szólni az egész a végébe. Ami az oldalvizeket, pozíciót illeti, jó helyen érkeztetek a finishhez? Igen, jó helyen érkeztünk a finishhez. De nem jobb helyen, mint mondjuk a riválisok? Hát itt ugye nincs jobb hely, itt van két oldal, és hát itt az dönt a végén, hogy ki a gyorsan. Alig több, mint fél másodperccel a dél-afrikai páros volt a gyorsabb. Egy 30 kilométeres távon elképesztően nüanszi különbség ez. Fél másodperc, az itt egy méterről van szó, az a szemmel látható. A győri horrorisztikusabb volt, amikor ti nyertetek? Én úgy gondolom, hogy az más volt, az kicsit jobban folyt, ugye Győrbe többször versenyeztünk már, akkor volt egy plusz bennünk, bennem is, ugye első nemzetközi érmeimet szereztem ott, és hát nem tudom, teljesen más volt. Visszanézve, mit lehetne másként csinálni, amit hát máshogyan oldanátok meg? Semmit. Én úgy gondolom, hogy
hogy sok mindent meg lehetne még próbálni, hogyha vissza lehetne pörgetni, de hát azzal lehet, hogy csak rosszabbat csinálunk, vagy jobbat. Tehát ezt nem lehet eldönteni. Én úgy gondolom, hogy ott valamiért ezeket a dolgokat választottam, és én az arról nem is akarok kimenekülni, mert a fejemben az van, hogy még mindig ez volt a legjobb döntés. A hűnóhajtott második egyéni világbajnoki cím megszerzése okán két versenyszámban 2019-ben is számolni kell Boros Adriánnal, akit egyébként párjával, Solti Lászlóval együtt a Magyar Kajakkenu Szövetség a napokban az év maratoni kajakosának választott 2018-ban.